Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákkal készültem. Három évvel ezelőtt egy pénteki napon egy 21 éves fiú elment a barátaival szórakozni. Másnap rosszul lett, és néhány napra rá a Dunajvárosi Kórház pszichiátriai osztályán életét vesztette. Az édesanyja azóta próbálja felelősségre vonni a kezelőorvost és a kórházat, ugyanis a fiút úgy kezelték, mintha drogos lenne. Édesanyja szerint pedig soha nem élt tudatmódosítószerekkel. április 15-ában Árpád egy szombati napon elment szórakozni a barátaival, ahol néhány sört ivott. A buli után több napon át nem érezte jól magát. Vérzett az orra, a szülei mentőt hívtak, az orvos azt mondta, nincsen semmi nagy baj. Hétfőn már remegett a keze, fáradt volt, ekkor már néhány napja nem evett és nem ivott. Árpád édesanyja kihívta a házi orvost, akivel megbeszélték, a legjobb a fiúnak, ha a kórházban infúziót kap, de helyette a Dunaújvárosi Kórház pszichiátriai osztályára került, ahol drogos fiatalként injekciókkal kezelték. Mondtam a kisfiamnak, akkor én még elmegyek, még egyszer tisztázom a doktornővel, hogy csak infúzió, innen sehova nem vihetnek, és utána hazajöhetsz. Nem találtam a doktornőt akkor már sehol, visszamentem az osztályra, a kisfiamhoz, és mondja, hogy kapott egy szurit. És ezen már csodálkoztam, mert infúziót kellett volna, hogy bekössék neki, és mondom, milyen szurit kaptál, drága kisfiam? Anya, nem tudom, de már bújt be az ágyba, mert fáradt volt, zakarózott be. Utóbbiakban kiderült aztán, hogy ilyen pszichoaktív injekciót adtak a kisfiamnak, mert elkönyvelték minden vizsgálat nélkül, hogy a kisfiam egy drogos alkoholista. De úgy, hogy semmilyen vizsgálatot nem csináltak, és ennek megfelelően úgy jártak el, mint szoktak a pszichiátrián, akkor adják neki ezt a méreginekciót, ez egy koktélinekció, amit utólag megtudtam, hogy haliperidol és pipolfenből áll. De ilyen 3-4 egységeket adtak neki be, mind a kettőből egyszerre, mert az árójelentésen ott javítva vannak az 5-4-re, a 4-3-ra, amikor már bekövetkezett a haláleset a kisfiamnál, ott már próbáltak mindent hamisítani, meg javítgatni. Itt Fehérváron boncoltattam a kisfiamat, nem engedtem Dunaújvárosba. Személyesen felhívott egy öreg kis professzor este 11-kor, amikor végzett a boncolással, és elmondta, őszinte részvétet kívánt, és elmondta, hogy nagyon sajnálja, mert egy gyönyörű, fiatal, egészséges férfi, és nagyon sajnálja, hogy hát ez történt velünk. Semmi rendellenességet nem talált nála, semmi vele született betegséget nem talált a kisfiamnál. Halálát, ami okozta szívelégtelenség, de az attól lett neki ezektől a koktélinekcióktól csak másfél napig bírta a kis szíve, és ez okozta a halálát. Csináltak toxikológiai vizsgálatot, külön kértem. 190 mintát vettek a véréből, és egyértelműen leírja, hogy a vérében droganyag, méreganyag nem mutatható ki. Ha most nekem drogos lett volna a fiam, ugye, azt kimutatják 2-3 év múlva is, ki lehet a vérből mutatni. A fiatal fiú a zárt osztályra került, a család nem értette, és azóta sem érti, hogy miért. Mikor megláttuk ugye az ágyba, ott hát ott ki volt már kötözve, meg bepelenkázva, már ott nem tudtam nagyon vele beszélni se. Magán kívül volt. Próbáltuk kitartni, meg törölgetni, de ott már olyan az arc is, hogy kicsit olyan sáp, olyan nem tudom, más színű volt, nem olyan, mint szokott. De ott már nem is tudtunk vele beszélni sem, mert olyan, nem tudott magán, nagyon meg se ismert minket. Én ott már ordítottam, ott már sírtam. Apu is csak ott állt, ő fel se fogta az egészet, anya meg már ott kiabált, hogy mit csináltok vele, hogy néz ki a gyerek. Azt is arra azt mondták, hogy semmi baja nincs, ez természetes folyamat, jön le a drogról. És akkor mondtuk, hogy hát milyen drogról, hát ő nem volt drogos, nem csinált semmit, hát hogy lehet. És azt mondták, hogy csak
holnapra jobban lesz, nyugodjunk meg, és menjünk haza. Árpád már nem mehetett haza, a szíve nem bírta a kezelést. Itt Fehérváron boncoltattam a kisfiamat, nem engedtem Dunaújvárosba. Személyesen felhívott egy öreg kis professzor este 11-kor, amikor végzett a boncolással, és elmondta, őszinte részvétet kívánt, és elmondta, hogy nagyon sajnálja, mert egy gyönyörű, fiatal, egészséges férfi, és nagyon sajnálja, hogy hát ez történt velünk. Semmi rendellenességet nem talált nála, semmi vele született betegséget nem talált a kisfiamnál. Halálát, ami okozta szívelégtelenség, de az attól lett neki ezektől a koktél injekcióktól csak másfél napig bírta a kis szíve, és ez okozta a halálát. Árpád kezelőorvosát is megkérdeztük, hogy emlékszik a 3 évvel ezelőtt történtekre. Telefonon értük utol. Az én részem meg az volt, ugye, hogy egy 8-kor megnéztem, úgy adták át, hogy minden rendben, most már le van szedálva, tehát én a fiút teljesen leszedált, vagyis lenyugtatott állapotba kaptam, mivel délelőtt meg délután rosszul volt, és kapott injekciókat, amitől nem kell belehalni egy 20 éves fiúnak, ha nincs más baja, hogyha csak a megvonása van. És éjszaka, amikor újra felébredt, magához tért és kiabált, akkor meg nem szóltak nekem a nővérek. Nekem akkor szóltak reggel 5-kor, amikor már meg volt halva. Ez egy bejáratott menet volt, hogy akinek alkohol vagy megvonásos tünete van, az kap egy koktélt, ugye, ami haloperidol, meg tegretol, vagy nem tudom miket kapott, oda le van írva. És ez a hatás, hogy akkor lenyugszik, amikor én láttam, akkor feküdt, normálisan lélegzett, infúzia volt bekötve, és le volt kötve a keze azért, mert hogy az infúzió ne menjen ki, tehát hogy ne kapkodjál a kezé, vagy mint. De akkor teljesen nyugodt volt. Tehát amikor én megnéztem, akkor ilyen állapotban volt, és reggel tudtam meg 5-kor, amikor szóltak, hogy éjjel azért kiabált, meg kiáltozott, de akkor nekem nem szóltak. Kedden, amikor átkerült a sürgősségről, de úgy került át, hogy kivizsgálták, neurológus látta, EKG, minden megtörtént, én úgy vettem át, hogy gyógyszermentes obszervációra. Tehát megvonásos tünetei voltak, gyógyszermentes obszerváció, nyílt osztályra helyeztem. És én is meglepődtem, mikor másnap este bementem, akkor a zárt osztályon volt, le volt szedálva, és elmesélték, hogy rosszul volt. Ennyi az én közöm hozzá. Volt egy rohama, egy epilepsziás rohama, ami akkor történik, ez alkalmi konvulzió, akkor történik, amikor valaki alkoholt fogyaszt rendszeresen, és megvonásban van. Ez zajlott le a sürgősségén. Hívták a Zsolnay doktornőt, a Zsolnay doktornő ellátta ennek szerint, ezek szerint, de ő is odaírta, azt mondjuk egy kicsit túlépte a hatáskörét, mert csak le kellett volna írja, hogy most nincs neurológiai teendő. Ő azt írta, hogy át kell helyezni a pszichiátriára. Áthelyezték a pszichiátriára, gyógyszermentesen. Ott hagytam, átadtam az ügyeletesnek, másnap este így kaptam leszedálva, és reggel akkor szóltak, mikor meghalt. Tény, hogy egy olyan ügyből, amit először, hát hogy így mondjam, a szőnyeg alá akartak söpülni, nem nagyon akart ezzel foglalkozni senki, sikerült eljutatni azért odáig, hogy egyrészt elkezdődött egy tényleges rendőrségi nyomozás, amiben szakértői véleményeket kértek, azt is többször ismételni kellett, végül született egy olyan szakértői vélemény, amit ténylegesen kimondta, hogy történt jogsértés. És ezzel most ugye ezt tovább kell vinni, hát gyakorlatilag most azt kell kiharcolni, hogy vádemelés legyen az ügyből, mert ez is elkezdett abba az irányba menni, hogy ez ne legyen, illetve hát nyilván kártérítés irányba lehet elvinni még a dolgot. Mindenféleképpen nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen ügyben legyen igazságszolgáltatás, legyen kompenzáció, mert hát hogyha egy 21 éves életerős fiú meghal a kórházba, és ha ezért nincsen felelős, ha ezért nem vonnak senkit felelősségre, akkor mit lehet még megtenni egy ilyen helyen? Egész ugye az egyik szál mindenféleképpen az, hogy a bíróságon kártérítés irányba elvinni a dolgot, a másik pedig az, hogy tovább vinni a büntető vonalat, elérni azt, hogy ténylegesen vádat emeljenek az elkövető ellen, és elvinni a büntető ügyet egy ténylegesen egy olyan jó igazságszolgáltatási pontig, ami valóban pontot tud tenni az ügynek a végére. A jogi képviselő szerint az ügy lezárására néhány évet még várni kell. Dóra Árpádné és családja tovább folytatja a küzdelmet a felelősségre vonásért.
Nincs olyan hely a Velencei tónál, ahol hivatalosan együtt strandolhatnak kutya és gazdi. Működik azonban egy kemping Velencén, ahol a négylábú is kedvére lubickolhat. Van, aki nem lacafacázott, amint lekerült a fúrát, azonnal a vízbe vetette magát, de olyan is volt, aki sokkal megfontoltabban viselkedett a tóparton. Leül. Kurcz Ádám és 6 éves Irszettere rendszeres vendégei a Velencei tónak. A páros idáig egy másik strandra járt, de miután a vízivadász Georgia kacsák után eredt, kitiltották őket a partról. A kutyás strandon most voltak először, de a gazda azt mondja, mindennel elégedettek. Tökéletes, teljesen korrekt, hatalmas, rend van, tisztaság van, úgyhogy ide vissza fogunk járni, az már biztos. Hogyan kell egyébként a kutyának, illetve a kutyásoknak viselkedni a strandon ahhoz, hogy ne legyen kitiltás? Mi történt ott? Kutyája válogatja, meg gazdája is. Tehát amíg kimegyünk innen, akkor az a lesz, hogy megráteszem. Habár minden szóra, minden mozdulatra engedi, de nem mindenki szereti. Tehát oda megy egy ekkora kutya, egy olyan ember, az, aki fél, abba pánikot kelt, meg minden megüvölt, mert olyanok az emberek is, vannak a kutyások, meg a nem kutyások. Úgyhogy ő nagyon barátságos, tehát kutyákhoz is van szokva, mert összes szomszédomnak van kutya, van vagy 6 kutya az utcánkban, tárnak van a fönn a hegyen, és mindenkivel. Lejárunk ott is egy nagy rétre, bent a partra, futtatóba. Martin, akiről beszélte, hogy ma zenélni fog, neki is egy gyönyörű német juhászkutyája van, a Szonya, ő is mindig oda lejár. És akkor ott olyan sok a kutya, hogy vannak neveletlenebb kutyák is. És akkor volt egyszer egy ilyen villongás, és azt mondtam, hogy azt akar, hogy ő megsérüljön, meg azt se szeretném, a másik kutya sérüljön. Inkább csak akkor megyünk, ha csak páran vagyunk ott. Ha nagyon sokan vannak, akkor nem. Ez egy nagyon jó lesz, azt hiszem. Úgyhogy majd feleségemet is lehozzuk, mert hát igazából ők a szerelmesek egymásban nagyon a feleségemmel. Hát azt szenzációs. Ma elmente másik autóval. Ha nem hozom el, akkor még mindig ott feküdne az ajtóhelyén, és várja a mamát. A Drótszamár kemping kutyás fürdőhelye 300 méterre van a strandtól, így az állatok lubickolása senkit sem zavar. Az elkerített részen szabadon lehetnek a kutyák, és lépcsőn mehetnek be a vízbe. A gazdi hivatalosan azonban csak saját felelősségére fürdőzhet itt. Nagyon sok ember tart most már akár a panelházban is kutyust, és ennek köszönhető valószínű az, hogy annyira hozzánőnek az emberekhez, hogy ugyanolyan igényeik vannak lassan, mint az embereknek, tehát nagyon szeretnének ők is valahol kimozdulni, fürdeni, pancsolni. Egyre többen vagyunk, hál' Istennek, illetve van most egy olyan állandós hölgy, aki szereti a kutyákat, és ő segít is beszoktatni őket a vízben, itt teljesen önszántából. És igazándiból, ami a kutyusokkal lényeges, hogy itt a kemping területén belül van egy ilyen kis, körülbelül 1 hektáros terület nekik, ahol teljesen szabadon futkározhatnak a kutyusokkal, az összes többi helyen pedig azért pórázzal illik, pont amit az úr is elmondott előttünk, ugye fontos az, hogy ugye ne ijesztjük meg a többi társunkat, akik éppen napoznának. Itt a kutyastrandon igazából most már napozóágybérlésre is van lehetőség, tehát akik csak szeretnék, hogy a kutyus elfürödjön, addig, amíg ők egy kicsit pihennek, erre is most már lehetőség nyílik nálunk. Van egy strandrészünk, ahol a kutyák nélkül érkezők tudnak fürödni teljesen elkülönítetten, és van a kutyusoknak egy strandrészünk, ahol igazából a gazdik saját felelősségre bemehetnek a kutyusokkal. Kánikulában a kutyáknak is melegük van, ezért érdemes a hűtésükről gondoskodni. Fontos, hogy felhevült testtel ne ugorjanak az állatok a vízbe, mert keringési problémák léphetnek fel nála. Ha pedig otthon vészelik át a forróságot a kutyák, akkor a hőbuta elkerülésének érdekében ne legyenek a tűzőnapon, és a gazda ne az állat fejét vizezze be hűtésre, és gyanánt, hanem alulról a hasát. A nyaralásokat mindig olyan nagy gonddal szervezünk, de valljuk be őszintén, foglalkozunk-e azzal, hogy mibe pakolunk? Egy jól megválasztott bőrönt pedig hosszú évekig hűtársunk lehet. Kiválasztásnál fontos szempont a méret, és nem hátrány, hogyha ki van mind a 4 kereke. Sziasztok! Az előző videónkat itt a Táska Paradicsomban fejeztük be, most viszont itt folytatjuk, mert Maja és Cristiano Ronaldo egy kicsit hátrébb már vár minket. Ma utazunk! I want to get away.
Timi és Maja már itt vár minket, illetve egy nagyon izgalmas személyiség alatta, meg még izgalmasabb bőröndök. Mit kell tudnunk? Utazunk, és most aktuálisak vagyunk nagyon. Nagyon fontos szempontokat kell előre helyeznünk a bőröndöknél az utazás során. Mivel már elindult a foci VB, így ez nagyon fontos, hogy aki szereti ezeket a tarsány, virámok, színeket, azok most bátran választhatják ezeket a sandbox termékeket. Ezek 55x40x20-as kabinbőröndök, bővíthetőek, igazából 9 színben megtalálhatjuk ezeket a bőröndöket. Hát én meghoztam a kedvencemet, tehát én őt már beszereztem, vele fogom átszelni az egész nagyvilágot. Rengeteg anyag van, vannak törhetetlenek, vannak Disney mintások, természetesen annak sem kell kétségbe esni, aki a szolidabb verziókat kedveli. Na de! A külsőségek mellett nagyon fontos a belső is. Ezek a bőröndök általában már ugye 4 kerékkel készülnek, ami nagyon fontos, illetve 360 fokban elfordíthatóak, így magunk mellett is ugye kényelmesen tudjuk tolni a bőröndöt, nagyon gyorsan lehet vele haladni, amikor zsúfoltságig vannak ugye a repülőterek. Beépített szánzárral készülnek a bőröndök, hogy biztonságban tudjuk a dolgainkat, illetve minden bőröndünk úgy van felszerelve, hogy különböző belső elválasztókkal, leszorító pántokkal, tehát nem dől össze a ruhánk. Fiatalok mellett minden korosztálynak és csoportoknak igazából tudunk szolgálni bőröndökkel. Itt gondolok azokra, akik üzleti útra indulnak, nem biztos, hogy a harsány színeket kedvelik. Ők is megtalálnak nálunk mindenféle méretet, a kabin mérettől a közepes, illetve a nagyobb méretekig. Szintén nagyon jól felszerelt bőröndök, TSL zárral vannak ellátva, annyi, hogy ők kétkerekű modellek, viszont nagyon praktikusak. Köszönjük szépen, a mai adás véget ért. Sziasztok! Sziasztok! A heti fitben ezúttal mítoszokat bontunk. Sokan úgy hiszik, hogy a diéta alatt tiltólistára kerülnek a gyümölcsök, noha ez nem feltétlenül igaz. Nyári időszakban rengeteg idény, gyümölcs van, és természetesen zöldségek is, de a gyümölcsnél mindig elgondolkodik az ember, hogy most akkor ebből lehet enni, mennyit lehet enni, miből lehet enni. Ádám, miben tudnál segíteni? Együnk gyümölcsöt, vagy ne vegyünk gyümölcsöt, illetve milyen gyümölcsöket fogyasszunk? Igen, ugye nagyon elterjedt mostanság, hogyha valaki diétába fog, kemény diétába, akkor mellőzi a gyümölcsöket. Meg kell különböztetnünk mindig, és én ezt nagyon hangsúlyozom, hogy szerintem egy hétköznapi embernek, egy jó értelemben vett hétköznapi embernek nem kellene megvonni magától mindent, hiszen hát oké, hogy egy versenyzőnek mondjuk a diétájából ezt mellőzni kell, de egy hétköznapi embernek nagyon sok örömet és segítséget adhat. Hiszen hát mi az, amit szoktunk elsőre mellőzni? Az édességet, az édes dolgokat. És a gyümölcsök tökéletesen tudják esetlegesen pótolni ezt. De hogy miért félünk tőle? Az ugye a cukor, mert hát elterjedt, hogy a cukor az a nagy ellenség, és hogy azzal csínyán kell benni. Ez igaz is egyrészt, de hozzá kell tennünk azt, hogy ez főleg a feldolgozott formában lévő cukorra vonatkozik, magyarán szóval a fruktóz, hogyha
gyümölcsökben benne van természetes formában, akkor a gyümölcsben egyébként nagyon sok minden más egyéb van, ami segíteni fog abban, hogy a felszívódásnál ezek a cukrok ne úgy viselkedjenek, mint esetlegesen mondjuk egy feldolgozott, iparilag előállított, vagy ipari folyamatokon túl keletkező történet. Van mondjuk azért a gyümölcsök között olyan, amiben tényleg viszonylag magasabb a cukortartalom, vagy bármelyiket fogyasztatunk, vagy gondolok itt arra, hogy nyilván a mennyiség itt sem mindegy. Persze, egyrészt ugye a mennyiség a lényeges. Ugye az lenne nagyon jó, hogyha ha ténylegesen beváltanánk azt, amit szoktunk mondani, hogy változatosan étkezzünk. Ebben helye van a zöldségeknek, helye van egyébként a gyümölcsöknek, sok minden más egyébnek helye van. És a túl sok, mint minden területen az életben, itt is igaz, hogy nem lesz jó. Aki egy diétánál van, annak figyelnie kell arra, hogy jól válogassa össze a szénhidrátokat, és így módon egyébként lehet azzal játszani, hogy eszik is szénhidrátot, de azért egy kicsit lassabban felszívódott, vagy úgy párosítja esetleg az ételeket, hogy lassítsa, hogy tudja lassítani a folyamatokat. Egyébként pont erre igaz az, hogy a gyümölcsökben ugye található rost, a rostok pedig segíteni fognak abban, hogy a cukrok minél lassabban, minél elnyújtottabban tudjanak felszívódni. Így módon pedig nem lesz az, amitől félünk, hogy a cukor sok, ha szabad így fogalmazni, ugye mindenki ettől tart. Joggal is egyébként, mert ugye a feldolgozott formában lévő cukor, az mindenképpen azt fog okozni. Hogyha innen választani kéne, akkor te mit fogyasztanál szívesen, ami mondjuk minden elvárásnak megfelel? Nagyon fontos az, hogy szeretjük a zöldségeket és a zöld dolgok, és azt gondoljuk, hogy csak a zöld dolgok lesznek a szépek, az egészségesek. De hogyha gyümölcsöket fogyasztunk, akkor egyébként mondjuk az antioxidánsok szempontjából nézhetjük azt, hogy melyiknek milyen a színe. És mondjuk én valószínűleg a turmixomban szoktam reggelente inni egy ilyen zöldség-gyümölcs kombinációi turmixot, az áfonyának biztosan lesz benne helye. A másik nagyon fontos történet, hogy nekünk úgy kell tudni választani, hogy mindig idén gyümölcsöt választunk. Mert ugye azok lesznek biztosan magyarok, ez fontos egyébként, nekem legalábbis fontos, hogy azokat a növényeket fogyasszam, ami itt helyben, vagy legalábbis a mi közvetlen környezetünkben esetlegesen Magyarországon termett meg, mert valószínűleg ez lesz a legjobb a szervezetünknek is. Ha esetleg olyat találunk, ami nagyon ideje korán barack és minden más egyéb már itt van a polcokon, az valószínűleg nem magyar. És azt is tudnunk kell, hogyha ez a gyümölcs vagy zöldség utazott 2-3 hetet, akkor valószínűleg nem teljesen érett állapotban lett leszedve, az pedig megint nem ugyanaz lesz, mint amikor érett formában ide kerül. Mit tegyünk a meggyel? Együk! Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket, viszontlátásra!